Sziasztok, Beast vagyok, és igen, mint láthatjátok, Gotham City Impostors, méghozzá egy teljes egészében felvett gameplay, és hát felismerülhet bennetek a kérdés, hogy miért egy olyan játékról készítek videót, ami mondható teljes mértékben elfeledettnek. Illetve hát én jó magam is legutoljára 2012. szeptemberében csináltam róla össz-vissza, azt hiszem, két videót, illetve hát YouTube sem hemzsek tőle, sőt, akár nevezhető kudarcnak is ez a Gotham City Impostors, hisz mikor megjelent a játék, fizetős volt, mára viszont teljes egészében free-to-play játszható Steamen keresztül. Nos, azért, mert a mai videóm témája az Arkane stílusú játékok, illetve hogy mi várható 2014-ben a csatornámon. Nem kell megijedni, ez a két téma valamelyest összefügg, és ezekhez a témákhoz leginkább ez a játék illik. Tudom, akár Team Fortress 2-ről is készíthettem volna videót, de nekem ez a játék sokkal jobban tetszik, bármennyire sem populáris. Ugyanis sokkal jobban tetszenek azok a lehetőségek, amiket ez a játék nyújt. Ugyanis én iszonyatosan szeretem az ugrálós, árkás stílusú játékokat. Én ott érzem igazán otthon magam, ahol, mint mondottam, ugrálunk össze-vissza, illetve gyorsan tudunk hosszú távolságokat megtenni, és reflexre, célzásra épül, ahol nem egy, sőt nem is két golyóból hal meg az ellenfél, vagy ha igen, akkor is fejre kelljen célozni, és hát mivel ugye golyók elől el lehet ugrálni, ezáltal nehéz levadászni az ellenfélet. Felett. Meg kell dolgozni a siker érdekében, viszont ezáltal te is ugyanolyan nehéz célpont vagy, és nem az dönti el a párharcokat, hogy hátulról jön az ellenfél, aztán meghalsz, hanem hogy ki tud jobban reagálni az adott helyzetben, ki tud jobban célozni mozgás közben akár. Nos, nekem azért tetszenek ezek a játékok, mert a legelső multiplayeres élményem az a Half-Life 1-ben volt, egy olyan össze-vissza moddolt szerveren, ahol voltak ilyen Spider-Man-es pókhálók, amiket ha így kilőttél, akkor iszonyatosan gyorsan tudtál megtenni távolságokat, illetve megvolt az összes fegyver, plusz végtelen töltény, illetve ha leestél, nem is sebződtél, nem haltál meg, illetve ugrabugrálhattál, és iszonyatosan nehéz célpont voltál. Pont úgy, mint azok, akikre te magad vadásztál, és ez a stílus iszonyatosan megfogott, hogy valaminek semmi köze a valósághoz az adott játékban. De a COD is egy árkás stílusú játék például, tudom, nem ilyen merész felfogásban, de ott sincs semmi köze a valósághoz a játéknak, mint például ahogy a Battlefield 4-nek sem, hiába vannak benne mondjuk járművek, vagy esik a golyó pálya, röppályája, illetve stb. Hiába az az érzés, hogy egy háború szimulátorban lennél, egyszerűen csak kis szélesítették a játék teredet, és egy másik játék élményt nyújt azok számára, akiknek mondjuk ez a járműves felfogás jobban tetszik. De attól függetlenül, hogy közelebb áll a valósághoz, mint mondjuk egy COD játék, az sem lesz különb annál, mint hogy nevezhető legyen mondjuk szimulátornak, de remélem érthető, de ez nem baj. Tehát azért vannak ezek a virtuális terek, hogy olyanokat éljünk át, ami nem a valósághoz hű. Hisz ha mondjuk a valóságról lenne szó, akkor Battlefield 4-ben mindig USA nyerne. Jó, tudom, rossz poén volt, tehát a viccet félretéve és a témához visszatérve. Számomra a Ghost ezért sem egyteli találat, ugyanis érzése olyan, mintha egy golyóból meghalnál, illetve hiába nem akarsz kempelni, akkor is meg kell állnod, különben hátvára spamnolnak. Maga a játék stílus, amit nyújt, nem tetszik. Nem szeretem azt, hogyha hátulról jön az ellenfél, akkor nincs esélyed. Arról pedig nem is beszélve, hogy PC-n 6000-en játsszák, ami tényleg egy ilyen kategóriától 6000 ember, el tudjátok képzelni? De jó. Térjünk vissza, mert nem a Ghostról szól ez a videó, csak azért értem ki rá, mert számomra, aki iszonyatosan Arkane fan, ez a mélypontja a sorozatnak, és máshova kívánkozom, lásd Gotham City Impostors, avagy Battlefield 4, avagy, és ezzel át is csapunk a második témára, a március 13-án megjelenő Titanfallra. Aki nem ismerné a játékot, gyakorta egy robotba beszállok, ölök, kikatapultálok jetpackkel, falon mászkálok és lövök játékról szól, amit a Respawn Entertainment készít, azok a srácok, akik a COD 4-et lerakták az asztalra, úgyhogy nagyon ígéretesnek tűnik. Már a játékközösség nagyon ki van éhezve egy olyan árkás stílusú játékra, amely a Titanfall lesz, és a Ghost által most van a legnagyobb esélye arra, hogy megszorongassák a Call of Duty-t,
Arcade kategóriában. És ezáltal talán a kód készítői is észhezténnek, hogy ja, aha, igen, néha azért kéne hallgatni a visszajelzésekre, és talán az arcukból is visszavennének, mert ráférne a sorozatra. És igen, én, mint COD fan vallom ezt. Nem beszélve arról, hogy a Titanfall elméletileg kompatitívre készül, és PC-n, tudjátok, nincs sok mainak mondható kompatitív játék. Gyakorta a CS:GO, ami frissnek mondható ebben a témában, kategóriában, amely számomra például elég statikus, úgyhogy már nagyon ki vagyunk éhezve a Titanfallra, főleg, hogy a hivatalos trailer videók alatt rengeteg sok pozitív visszajelzés van, illetve nagyon sok megtekintés. Például, ha megnézitek a legutolsó Call of Duty publikált videóit, amely föl van hype-olva, ott például egyharmad dislike a videónak, ami azért brutális, úgyhogy igen, a Titanfallnak nagy űrt kell betöltenie. Ezáltal nagyok is az elvárások, ezekbe bele lehet bukni, de ez rajtunk játékos közösségen is múlik, hogy milyen feedbackekkel szolgáljuk a készítőket, amelyekkel jobbá tudják varázsolni a játékélményt. Tehát nekem a március egy masszív Titanfall lesz, és sok-sok videó fog róla készülni, aztán remélhetőleg a kodosok is észhesztének, aztán patchelik majd. Úgyhogy igen, végre valahára kipatchelnék a játékot, az jó lenne PC-n legalábbis. BF4-en is nagyon erősen dolgoznak, ha olvastátok a híreket, akkor hallhattátok, hogy az összes fejlesztést leállították a DICE-nál, addig, amíg nem tudják megoldani a BF4-ben felmerülő rengeteg problémát. Sajnos egy játékkal inkább nem várnak, hanem beta fázisban már gyakorlatilag pénzt kérnek érte, aztán láthatjátok, még egy félkész játékról van szó, de nem mindegy, hogy mégis melyik fejlesztő tesz is az ügy érdekében, hogy remek játék legyen a gyermeke. Tehát ténylegesen ennyit szerettem volna a videóban, hogy én nagyon sok Titanfall videót szeretnék készíteni a közeljövőben, a többi már a csatornán bevált recept mellett természetesen, de ez az újdonság lesz 2014-ben. Illetve igen, a Book részéről is szeretne egy csapatot indítani a játékban, úgyhogy oda is lehet jelentkezni majd, de csak miután kijött a játék. Úgyhogy ennyit szerettem volna a videóba. Ténylegesen nekem az árkás stílus, mint olyan, az én hazai terepem. Úgyhogy ennyit szerettem volna ezzel a videóval közölni, illetve hogy Titanfall március. Sziasztok! Ich bin ein Depp, was